Mind a kormánypártok, mind pedig az ellenzéki pártok úgy gondolják, hogy az idei EP választás hosszú évtizedekre meghatározhatja az európai politika alakulását. Dr. Steinmetz Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője is erre hívta fel a figyelmet Békés Csabai látogatásán. Fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy nem születik európai uniós döntés a magyar kormány tagjai és a magyar nép által választott képviselők döntése nélkül. Úgyhogy ezért is fontos, és ezt kell mérlegelni, hogy milyenek legyenek ezek a képviselők, akik például a migráció kérdését csak gyűlöletkeltésre, olcsó politikai kampányfogásra használják, vagy olyanokra, akik ezt meg akarják oldani, olyanokra, akik ellenállnak a fake newsnak, a hazugságoknak, hogy ne lehessen bárkit, aki a kormánnyal szemben kritikus ma Magyarországon tulajdonképpen ellehetetleníteni, megbélyegezni. Nagyon fontos az, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, hogy az Európai Uniós támogatások valóban az azok címzetjeihez jusson el, a magyar néphez, a magyar emberek boldogulását szolgálja, ne pedig egy szűk, a kormányhoz közel álló elitnek, vagy ahogy közkedvelten nevezik, egy oligarha réteg tollasodjon rajta. A Jobbik Magyarországért mozgalom programjában az előző témák mellett természetesen szerepel a párt korábban elindított béruniós kezdeményezése is, amely az egyenlő munkáért egyenlő bér elvet szimbolizálja a jobboldali párt szerint. Ne kelljen Nyugat-Európába menni dolgozni ma már 600 ezer magyar embernek, hanem itt Magyarországon is hasonló életszínvonalon tudjanak majd élni. Nos, hát ezek a kérdések, és ez az uniós választásnak a tétje, nagyon fontos, hogy mindenki az eljusson, hogy május 26-án ebbe a kérdésben fogunk dönteni, és nagyon fontos az, hogy megállítsuk azt a folyamatot, miszerint Magyarország egyre inkább szigetelődik el, egyre inkább lehet látni, hogy a jogállamiság, a demokrácia, a szabadságjogok leépítése Magyarországon emellett az Európai Unió nem fog elmenni tétlenül. Már tett is lépéseket, a Sargentini jelentés 7. cikke szerinti eljárás van folyamatba Magyarországgal szemben. Biztos vagyok benne, hogy ennek a vége szankció lesz. Ne adj Isten Magyarország kizárása az Európai Unióból. Mi ezt szeretnénk megakadályozni. A Jobbik EP listáját Gyöngyösi Márton vezeti, akit Balczó Zoltán és Jakab Péter követ. A választás egyfordulós, listás szavazás, melyen a jogszabályok szerint csak pártok indulhatnak. Magyarország, mint az előző években, a 2019-es választáson is 21 képviselőt küldhet majd az Európai Parlamentbe.